Zajlik a takarítás Esztergomban a Prímás szigeten, ahol egy nagy sporttelep, rögbipálya, csárda, kemping és szálláshelyek is találhatóak. Az esztergomi vitézek rögbiklub konditermét, közösségi tereit és részben a pályáját is elárasztotta a víz. Most az iszap takarítása, a szárítás és rendrakás, valamint a károk felmérése zajlik. Bőn Balázs, a klub edzője elmondta, hogy a mozdítható tárgyakat összefogással meg tudták menteni, de a faanyagok, ajtó és ablaktokok, valamint a parketta is károsodtak. Az edző szerint várhatóan 1-2 héten belül helyreáll a rend. Sportolókba kortak, ők is tudták, hogy veszélyben forog itt a mi kis otthonunk, úgymond tényleg, és a elnök úr Najzer András tényleg sok mindent megmozgatott ahhoz, hogy gépekkel is, akár ilyen békákkal emelő szerkezetekkel tudjunk olyan nehéz gépeket, mondjuk kondigép kipakolni, és olyan helyre menekíteni, ahol már nem érheti víz. Ez tényleg a legfiatalabb 15-16 éves srácainktól kezdve a 60-70 éves idősebb taktársaink is eljöttek és segítettek a munkálatokba. Mellettük áll a szalmacsárda, amelynek tulajdonosa már a 10. árvizét élte át itt. Amikor jött az áradat, gyakorlottan mindent kipakoltak a csárdából és a hozzájuk tartozó panzióból, és csak akkor térnek majd vissza a kamionok az ingóságokkal, ha már mindent kitakarítottak és rendbe raktak. Megszoktuk, tehát ez a mostani árvíz, megszoktuk, beletörődtünk, inkább így mondanám. A 10., amit itt a csárda életében átéltünk, de újra itt vagyunk, és újra itt is leszünk. Sok segítséget kapunk most az önkormányzattól, ami nem volt jellemző évekkel ezelőtt. Úgy magunkra voltunk hagyva, most érezzük, hogy van valaki mögöttünk, és az egy kis erőt. A csárda tulajdonosa támogatja a gát építését, ami már zajlik Esztergomnál. Az itteni gátrendszer utolsó fejlesztését még a 60-as években hajtották végre, és azóta már több árhullám is elöntötte a Prímás szigetet.